következik a Szófia hercegnő. Egy idegen érkezett a farmra, aki felfedezi, hogy a világunk ennivalóan jó, de hazavágyik. És hogy hazatérhessen, túl kell járni a rossz fiúk eszén. Sóna bárány és a farmon kívüli. Ma este az M2-n. Barátja, mindig segítenek, ha baj van. Teljes mértékben szuperhősök vagyunk. Legyen szó bármilyen veszedelemről. A fenevad itt van kint. Valaki valóban bajban van. Van bármi ezen a vidéken, ami nem tud megölni? Itt valami bűzlik. Talán ez a döglött hal? Szerintem Jacko haver a tényleg bolond. Blinky Bill kalandjai a vadonban. Srácok, ti lenyűgözőek vagytok. Hétköznap délután az M2-n. A következő műsor megtekintése 6 éven aluliak számára nem ajánlott. Ide-de. Következik Dalmata utca 101. A következő műsor megtekintése 6 éven aluliak számára nem ajánlott. Következik a kutyafajtig. Én Tom, a bátyád. És én a húgod. Mindig kiállunk egymásért, és nem beszegszünk. Miben sántikáltok? Úgy van, merszettek is. Az enyém. Két roscsolt testvér, trükkös tervek. Majd én megmondom nekik a tudit. Ne fogd vissza magad, hajrá! Mert a legfontosabb a munka. Tom és Lili. Sikerült, mehetünk haza. Hétköznap este, az M2-n. A következő műsor megtekintése 6 éven aluliak számára nem ajánlott. Párducokat Jennynek és Thomasnak hívják. Nézd csak! Olyan szomorúnak tűnnek a rács mögött. Elmehetsz. Egyik párduc elszökött. Ki kell használnunk a helyzetet, és végre Sissy ellen fordítani Ferencet. Van egy kérdésem, Jenny. A párducok esznek mókust. Felfedezem az erdő minden egyes szegletét. Ferenc! Minden rendben, Thomas. Tudom, hogy nem fogsz bántani. Sissy hercegnő kalandjai. Hétköznap délelőtt
az M2-n. A következő műsor megtekintése 6 éven aluliak számára nem ajánlott. Magyar szöveg Markvart Zsófia, gyártásvezető Tervós Nóra, hangmérnök Gajda Mátyás, szinkronrendező Molnár Ilona. A szinkron a Minimax megbízásából a Subway stúdióban készült. Produkciós vezető Kicska László. A következő műsor megtekintése 6 éven aluliak számára nem ajánlott. Magyar szöveg Markvart Zsófia, gyártásvezető Tervós Nóra, hangmérnök Gajda Mátyás, szinkronrendező Molnár Ilona. A szinkron a Minimax megbízásából a Subway stúdióban készült. Produkciós vezető Kicska László. A következő műsor megtekintése 6 éven aluliak számára nem ajánlott. A szinkront az MTVA megbízásából a Mahír Szinkron Kft. Készítette. Produkciós vezető Ambrus Zsuzsa. A következő műsor megtekintése 6 éven aluliak számára nem ajánlott. MTVA megbízásából a Mahír Szinkron Kft. Készítette. Produkciós vezető Ambrus Zsuzsa. A következő műsor megtekintése 6 éven aluliak számára nem ajánlott. Izából a Masterfilm Digital készítette. A következő műsor megtekintése 6 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem volt, volt egyszer egy varázstenger, ahol? Volt két bátor kalóz. Két bátor kalóz, akik hetet hét tengeren áthajóztak, nem féltek szembeszállni a hírhe rőszakál kapitánnyal. Na gyere te kis szárazföldi kópéter! Au, au, au. És egyszer csak? Jöttek a pingvinek! Bakancsba! Bakancsban, igen, és nagyon-nagyon fáztak a sarkvidéki hidegben, de akkor jött egy kedves eszkimó, és együtt építettek egy jégkunyhót neki. Vigyázz ott, te kígyó! És hirtelen a sűrű dzsungel közepén találkoztak a rettenthetetlen kígyókutatóval, aki egy veszélyes újfajt fedezett fel. A kalandorok bátran kézbe fogták, és szemükre vették. Hatalmas fenevad volt. Minden este egy mese. Írd meg te is a saját meséd, és küldd el nekünk. Részletek a mediaclick.hu per minden este egy mese oldalon. Epizód megnézheted a MediaClick M2 matricák weboldalon. Yep. Yep. That's better.
ég! Ki gondolná, hogy játékvárosban ennyi rejtélyes dolog történik? Ó, ez annyira izgalmas! Meg kell tudnunk, ki vágta el a kötelet. És vajon ki engedte ki az állatait? Ki tette tönkre Géniusaurus kísérletét? Nincs mese. Majd én kiderítem. Itt nyomozni kell. Ezek kéz- és lábnyomok. Nodi, a mesterdetektív. Ügyes volt, Nodi, de sosem kaphatsz el. Hétköznap délután az M2-n. A következő műsor megtekintése 6 éven aluliak számára nem ajánlott.